Köszöntöm a kedves nézőket, a DVSC utánpótlás magazinját látják. Nagyszerűen teljesít a DVSC Labdarúgó Akadémia U14-es korosztálya az országos kiemelt bajnokságban. A fiataloknak ez az első szezonja a nagypályás futballban, és egyértelműen aranyesélyesnek számítanak. Stábunk a csapat legutóbbi Puskás Akadémia elleni rangadóján járt. Papíron a forduló legkiélezettebb mérkőzésének ígérkezett az U14-esek Puskás Akadémia elleni rangadója. A játéknap előtt a második helyen álló vendégek azonban többnyire alárendelt szerepet játszottak a lista vezető Loki otthonában. A szerencsével viszont hadilábon álltak a debreceni fiatalok, 0-0-ás állásnál ugyanis kétszer is a kapufát találták el a második félidőben. Én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak a egyik legnagyobb erénye az, hogy nagyon jó egységet alkotnak. Vannak olyan játékosaink, akik most per pillanat egyéni jó teljesítményre képesek, illetve arra, hogy vevők arra a munkára, amit mi az edzők, illetve az akadémia meghatározott felüljük, és azt napi szinten minden nap keményen megpróbálják a legjobb tudásuk szerint kivitelezni. Az akadémiai képzés a támadó játékot helyezi előtérbe. A gyerekek ennek megfelelően próbálnak teljesíteni a bajnoki meccseken is. Próbáljuk irányítani a meccseket és kontroll alatt tartani az ellenfelet, minél jobban a játékból kivenni, inkább irányítsunk, és abból kontrára is akár vinni minél gyorsabb támadásokat felépíteni. A gólra törő játék a hajrában eredményre vezetett. A csapat megszerezte a vezetést, és a lefújásig meg is tartotta az előnyt. Az akadémisták ezzel 13 meccsen már 10 győzelemnél járnak a kiemelt bajnokságban, és megerősítették első helyüket a tabellán. Nagyon jó mérkőzés volt, ők is tudtak támadni, de úgy érzem, hogy egész meccsen mi tudtunk irányítani, és helyzeteket tudtunk kidolgozni. Szóval gratulálok az egész csapatnak. Tényleg az egész évben, ahogy dolgoztunk, megérdemeltük ezt a sikert. Rengeteg helyzetünk volt, és nagyon örülünk ennek. A csapatnak már a szezon előtt volt egy összeszokott magja, hozzájuk csatlakoztak további tehetséges játékosok. Számukra az U14 nagy előrelépés, egyelőre szokniuk kell a korosztályos szakmai elvárásokat. Ez a korosztály most lépett nagypályára, nálunk az elsődleges dolog az, hogy itt igenis ezeket a nagypályán való játékot meghatározott pozíciókban, meghatározott játékrendszerben az akadémiai képzésünkön belül tudjunk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy a játékosoknak elsődlegesen nagyon oda kell figyelni arra, hogy mind csapatszinten, mind egyénileg tudjanak fejlődni. Varga Zsolt jól ismeri a közeget, ő 6 éve pallérozódik az akadémián. Én nagyon élvezem ezt a munkát, amit itt csinálok. Az edzések nagyon jó, heti edzésünk van, technikai erősítés, nyújtások, és nagyon felkészítenek minket a meccsre ezek az edzések. A tehetséges támadó szerint a csapatban mindenkit az motivál, hogy egyszer profi futballista váljon belőle. Legfontosabb, hogy NB1-be kerüljek, de onnan majd lehet máshova is el szeretnék menni. A válogatott is az egyik álmon, meg ahol is szeretnék eljutni. De először mindig, ami van, először bajnokságot megnyerni, utána a következőt. A korosztály edzője azt mondja, nem úgy vágnak neki a mérkőzéseknek, hogy muszáj nyerni. Garamvölgyi Péter úgy gondolja, a győzelemre törekedni kell az akadémia játék filozófiáját követve. Ha az utóbbi kettő teljesül, úgysem marad el a 3 pont. A szakembernek a játékosok fejlődésével kapcsolatban is határozott meglátásai vannak. Itt ugye az is függvénye annak tehetségnek, én úgy gondolom, hogy ki milyen gyorsan és milyen szinten tud tanulni. Nyilván ezt nem lehet minden egyes játékosra egyetlen egyféle módszert rátenni, nem lehet egyféle elvárást mindenki felé göríteni, valaki már régebb volt akár az akadémiai képzésben, van valaki pedig fél éve került hozzánk, de arra törekszünk, hogy minden játékos a lehető legjobban tudjon önmagához képes fejlődni. A filozófia egyelőre sikerre vezet. A fiatalokra ugyan még vár egy honvéd elleni rangadó az év végéig. Az már most biztos, hogy a korosztály a tabella élén tölti a téli szünetet. Manapság már elképzelhetetlen a labdarúgás jól képzett játékos megfigyelők nélkül. A szakemberek munkája összetett, és sokszor rengeteg utazással jár. A DVSC Labdarúgó Akadémiánál többek között Gulácsi Bence dolgozik azért, hogy minél több olyan fiatal érkezzen a Loki utánpótlásába, akik egy nap majd a felnőttek között is bemutatkozhatnak. Szinte nincs olyan nap a DVSC Labdarúgó Akadémián, amikor ne jelenne meg Gulácsi Bence. A klub játékos megfigyelője rendre kilátogat az utánpótlás csapatok és a felnőttek edzéseire, ha nem éppen az országot járja tehetségek után kutatva. A szakember labdarúgó pályafutása befejezését követően
2016-ban vágott bele a szakmába. Kezdetben menedzser cégeknek dolgoztam, majd 2018-tól Loki érzelmű emberként, debreceni lokál patriótaként, mikor a DVSC-nél adódott ez a lehetőség, akkor egyértelmű volt, hogy a Lokit választom. A szakember kezdetben az utánpótlásnál dolgozott, az utóbbi másfél évben pedig már a felnőtteknél látja el a scout menedzseri feladatokat. Na de mi is kell ahhoz, hogy valaki játékos megfigyelő legyen? Annyi volt a különbség az én kollégáimmal szemben, hogy engem nem igazán érdekel az edzősködés, nem vozunk annyira az edzősködés, viszont ez a játékos megfigyelés, a menedzsment része jobban érdekelt mindig. Szerettem mérkőzésekre járni, szeretek mérkőzéseket megtekinteni, akár tévés, akár számítógépes formátumba, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki ezzel a szakmával foglalkozzon. Gulácsi Bence munkája a gyakorlatban rengeteg utazással és még több elemzéssel jár. Két részből áll a megfigyelés, van élő mérkőzés megtekintés, amikor el kell menni az adott mérkőzésre, NB1, NB2, utánpótlás bajnokság, és ott a helyszínen kell játékosokat nézni, játékosokat értékelni. Másik része ugye jelenleg nagyon sok videóplatform van, ezeket mi is használjuk a DVSC-nél, és a videós scouting feladatok is elég nagy részét teszik ki a munkámnak. Kétfajta megfigyelési típus van. Van a célzott, amikor van egy konkrét játékos, egy-két játékos, aki miatt megyünk. Ott általában már van előismeretünk a játékosról, ott az adott mérkőzésen mutatott teljesítménye, magatartása az, ami fontos. Amikor viszont teljesen ismeretlen terepre megyünk, akkor a pályán lévő 22 ismeretlen játékosból az a legfontosabb, hogy valamilyen impulzus, valami megragadjon. Néhány hete pedig nem csak az országot, de a kontinenst is elhagyta a tehetségek felkutatása érdekében. A menedzser egy a DVSC-vel is kapcsolatban lévő külföldi ügynök hívására Nigériában járt egy nemzetközi játékos megfigyelő csapat tagjaként. Egy 12 csapatos tornára kaptunk meghívást, egy hétig zajló 12 csapat részvételével zajló utánpótlás tornára. A nigériai U17-es, U20-as csapatok vettek részt rajta, és bízunk benne, hogy azok a játékosok, akiket kinéztünk, a január folyamán van rá lehetőség, hogy bizonyítsák a tudásukat itt nálunk is próbajáték formájában. A küldöttség átfogó képet kapott a helyi utánpótlásról és a nem mindig tökéletes körülményekről is. Utánpótláskorú játékosokról van szó, úgyhogy terveink szerint először a második csapatnál, az NB3-as tartalékcsapatunknál fogjuk kipróbálni őket, de természetesen azzal a céllal érkeznének, hogyha beválnak és jó benyomást tesznek a szakmai stábra, akkor előbb-utóbb pár év múlva akár a felnőtt csapatba is bemutatkozzanak. Ezek a nemzetközi események is jelzik, hogy egyre fontosabb a játékos megfigyelők szerepe a hazai labdarúgásban is. Jó viszonyt ápolok több kollégával az ország több pontjáról, akik az elmúlt 5-6 évben már ebben dolgoztunk. Néha megosztjuk a tapasztalatainkat, észrevételeinket különböző fórumokon, konferenciákon találkozunk, beszélgetünk a napi trendekről, próbáljuk magunkat fejleszteni. Még igazán magyar szakanyag viszonylag kevés áll rendelkezésre, ezért fontos, hogy külföldi anyagokból is próbáljuk fejleszteni magunkat. Gulácsi Bence az elmúlt években több olyan játékost is hozott az akadémiára, akik azóta már a korosztályos csapatok húzó emberei. Munkájára az edzők is számítanak a mindennapokban. Fontos az, hogy megfelelő összhang legyen az edzőkkel. Közösen alakítunk ki minden korosztályban hiányposztokat. Az adott korosztályos csapatunkban meglévő lyukakat próbáljuk feltölteni. Ez a rövid távú céloknak a teljesítésére szolgál az akadémiás korosztályoknál, illetve a második csapatnál. De természetesen a legfontosabb célunk az, hogy olyan játékosok kerüljenek ide, akik egy napon a felnőtt csapatba be tudnak mutatkozni. Én ezeket a srácokat valamennyire magaménak is tartom. Nem egy játékossal, szülővel nagyon közvetlen a kapcsolat, és bízom abba, hogy ők egyénileg, illetve a DVSC mint klub is profitálni fog ebből az együttműködésből. Rudi
rutinosabb játékosok, erősebb ellenfelek és szervezettebb játék. Ezzel kell szembenézniük a Loki fiataljainak a női kézilabda NB1B-ben. Kudor Kitti tanítványainak a bennmaradás mellett az a legfontosabb céljuk, hogy minél többet fejlődjenek. Látványos gólokban bővelkedett a DVSC Scheffler U19-es csapatának Peac elleni mérkőzése. A 32-26-ra megnyert találkozón a találatok jelentős részét Nagy Nóra szerezte. A Loki gólerős átlövője 13-szor volt eredményes. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem a csapaté is. Szerintem az előző mérkőzésen megmutattuk azt, hogy nem csak hazai pályán vagyunk képesek bárkit megvárni, hanem tényleg idegenben is, és ez egy akkora lökedet tudott adni a csapatnak, hogy szerintem át tudtak hozni ezt a mentalitást, és hát megnyertük a mai mérkőzést. Bacsánkova Dorotára is nagy teher hárul ebben az idényben. A felvidéki Eperjesről származó irányítónak ugyanis a sérült Cselnyászki Liliánát kell pótolnia. Itt van kicsit másik támadás is, kicsit keményen, mert játszottunk másik játékos, aki már játszottál öreken, és kell koncentrálni sokan, de mindenképpen mindenhol kell vigyázni, támadás és védekezés. Az NB1B minden fiatal számára komoly kihívást jelent, hiszen ennél feljebb már csak az élvonal van. Itt sokkal erősebb ellenfelekkel néznek szembe, mint tavaly az NB2-ben. Már látni esetleg azokat a szituációkat, hogy mit fog az ellenfél ugye csinálni. Tehát nem mindegy, hogy nekünk kell mindig reagálni valamit, ugye, vagy másodleg előre látjuk, hogy mit fognak csinálni ezek a játékosok. Ez már egy pluszt adhat, meg természetesen azért támadásban. Itt már nem elég mondjuk ugye a kapussal szemben, hogy milyen lövéseket választunk meg. Tehát itt már valóban ezek a sablon lövések, ami esetleg még akár mondjuk utánpótlásban abból is gól születik, itt nem. Tehát ez egy tényleg tapasztalat kapusokkal vannak velünk szembe, és ebbe is mind rá kell nekik jönni, hogy mi az a lövésfajta, mi az a terület, amit tényleg eredményesen tud majd belőle tüzelni a játékos. Minden mérkőzés nagyon nehéz, sokkal rutinosabbak, játszottunk már BL győztesekkel, játszottunk már válogatottakkal, szóval tényleg minden mérkőzés tényleg egy örömjáték kell, hogy legyen. Én úgy érzem, hogy most már megérkeztünk. Az elején persze volt egy kis megilletődés, lehet, hogy ez a adódik, de remélem, hogy innentől kezdve most már csak fölfelé van. Bár nehéz az NB1B-ben játszani, a lányok is úgy látják, hogy több területen is fejlődhetnek ebben a közegben, ami nagyon fontos a kézilabdás karrierjük szempontjából. Szerintem támadás is, de védekezés mindeket, melyik egy-egy kettő-kettő beállóval játszani. Legalább olyan taktikusnak lenni, mint ugye itt azok az ellenfelek, azok a játékosok, akik azért ebből a kézilabdából már nagyon sok mindent tudnak. A mi csapatunk még most tanulja ezeket a dolgokat. Minden mellett természetesen ugye fizikálisan mindenképpen ugye fel kell hozzájuk nőnünk. Ugye itt védekezésben nagyon sok energiát kivesz a játékosokban állandóan itt egy-egyben ütközni, azért jóval nagyobb tömegű játékosokkal. Ezt segítve az edzések is még intenzívebbek lettek a tavalyi NB2-es tréningekhez képest. Arra megint próbáltunk rátenni még egy lapáttal, tehát ebben mindenképpen egy picit léptünk előre, meg itt próbálunk, tehát minél többet kondicionális területeken is fejlődni, tehát azért az a heti két kondit megpróbáljuk mindig azért beiktatni, mert ebben mindenképpen azt gondolom, hogy erre szükségünk van, hogy tovább lépjünk előre. Ez az előrelépés a bennmaradás lenne. De nem ez az elsődleges célja a Lokinak a második vonalban. Kellenek eredmények, hogy ez megint egy pozitív löketet adjon a játékosoknak, tehát jó is, ha van természetesen, de az első az, hogy tényleg egyénileg fejlődjenek a játékosok, páros kapcsolatokba fejlődjünk, és akkor szépen alakuljon ki ez az egész. Természetesen mellette a sikerül pontokat csípni, akkor tényleg mi nagyobb töltettel tudjuk például a jövő hetet elkezdeni, tehát mindig azért más szájízzel tudja a játékos is, hogy hétfőn elkezdjük ezt a közös munkát, és akkor esetleg előtte való hétvégén ezt az egy győzelemmel ünnepeltük. Végy egy jó kapust,
tartja az örökérvényű mondás. Ezzel a DVSC Scheffler kézilabda csapatánál nincs probléma. A francia világbajnok Catherine Gabriel érkezése komoly stabilitást jelent hátul. Teljesítménye példaként szolgál Reszegi Eszter előtt is, aki az U19-es csapat hálóőre. Az Előttem az utódom című rovatunkban ezúttal ők versengtek egymással a szlovén kapusedző Grega Kárpán útmutatása mellett. Reszegi Eszter a DVSC U19-es csapatának játékosa. A kiváló kapus évek óta az akadémián pallérozódik, és remélhetőleg hamarosan a felnőttek között is láthatjuk majd. Catherine Gabriel idén nyáron érkezett a francia élvonalból, és a Loki egyik legnagyobb nyári igazolása volt. A válogatott kapus teljesítményével hamar belopta magát a szurkolók szívébe. Most egymással nézhettek farkas szemet a DVSC kapusedzője, Grega Kárpán felügyelete alatt. Íme az első feladatunk. Ha felvillan a lámpa, kézzel meg kell érinteni, amivel lekapcsoljátok a fényt. 20 másodpercig tart a játék, Eszti, te leszel a piros lámpával, Keti, te pedig a kékkel. A játékszabály pofon egyszerű volt. Aki több felvillanó lámpát tud megérinteni, az nyer. Five seconds. Three, two, one. Hop. Okay. I win, I know. Na lássuk. 15 kék és 14 piros találatunk van. It was close. Ez közel volt, el is fáradtam. I am tired. Keti végül egy találattal előzte meg fiatal kapustársát. A világbajnok francia kapus elégedetten értékelte a vetélkedőt, főleg, hogy imádja a versengést. Nagyon szeretek versenyezni. Mondtam is Gregának, hogy muszáj nyernem, mert utálok veszíteni. Szóval bocsi. Szerencsére azért nagyon nem kellett vigasztalni Esztit sem, sőt, az U19-es csapat kapusa örült, hogy egyáltalán versenyezhetett Ketivel. Gregával is, és az utánpótlás kapusedzőnkkel is csináltunk ilyen feladatot. Én általában ezt mindig élvezem, mert szeretek nyerni. Mondjuk most nem sikerült, de általában nagyon szeretek nyerni. A hétköznapi ember talán nem is gondolná, mennyi mindenre jó ez a gyakorlat. Ez a feladat fejleszti a lányok gyors irányváltoztatását és a reakcióidejüket. Ahogy láthattuk, 20 másodperc alatt kellőképpen elfáradtak. Éppen ezért bemelegítéshez is kiváló ez a feladat. Ha ezt 3-4-szer elvégzik a mérkőzés előtt, hamar bemelegednek az izmaik és készen állnak a munkára. A második feladat még ennél is szórakoztatóbb volt, melyet személyesen a szlovén kapusedző mutatott be. Van 3 teniszlabdánk, amellyel ezt a trükköt kell majd bemutatni, akár a cirkuszban. Aki tovább tudja a levegőben tartani őket anélkül, hogy leesnének, az nyer. Okay, one more. Go. Bravo, 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 bravo. Go. No, no! Go. No, bravo, bravo, bravo. A lányok végül kiegyeztek egy igazságos döntetlenben. Jöhetett a harmadik feladat, amely ismét alaposan próbára tette a játékosok reflexeit. Eszti egyenlíteni szeretett volna, Keti pedig elhúzni fiatal kollégájától. New exercise. I have here the ball. Itt vannak a labdák a kezemben. Ha elejtem a labdát, el kell kapnotok őket. Külön-külön és egyszerre is elengedhetem a labdákat, szóval figyeljetek! Ready? Hát, go! Bravo. Au! Wait.
Last one. Oké, bravo. Az utolsó kihívás során a kis csapat a teniszt lecserélte kézilabdára. Ez a gyakorlat a koncentráció és a fókusz javítására az egyik legjobb feladat. Hátra teszitek a kezeteket, én pedig veletek szemben állok meg. Keti, légy szíves, gyere ide. Mikor csinálok egy ilyet, de nem dobom el a labdát, akkor nem szabad, hogy megmozduljon a kezed. Ha viszont eldobom a labdát, el kell kapnod. Ez a játék kicsit az orosz ruletre hasonlított. Elég egy rossz mozdulat, és az arcodban landol a labda. Szerencsére a lányok jól vizsgáztak, így ők és Grega is jó hangulatban összegezték a látottakat. Nagyon jól éreztem magam. Eszti fiatal, tele van energiával, éppen ezért nekem is hasznos volt. Ilyenkor én is feltöltődök, és külön motivál az, hogy felvegyem a versenyt velük. Én már kezdek öregedni, ezek a fiatalok azonban szerencsére formában tartanak. Keti a végén néhány tanáccsal is ellátta Estit. Csak annyit tudok tanácsolni, hogy élvezd minden percét a játéknak, vigyél bele érzelmeket, ha kell, kiabálj, élj a lehetőséggel. Magas és gyors vagy, és mindened megvan ahhoz, hogy jó kapus váljon belőled. Az együtt töltött játékos egy óra Estinek is nagy élmény volt. Nagyon sokat tudok tőle tanulni, mert egy-egy olyan mozdulata, ami tényleg nagyon hasznos, és ahogy nézem, így próbálom én is használni, hasznosítani, de néha sikerül, néha nem, de azon dolgozok, hogy egyre jobb legyek. Céljai eléréséhez Grega Kárpántól is minden segítséget megkaphat majd. A szlovén szakember minden kapussal szívesen foglalkozik, és azt mondja, nagyon szeret Debrecenben dolgozni. Már 6-7 éve itt dolgozok, és eddig mindegyik kapusunkkal megtaláltam a közös hangot. Sokat dolgozunk együtt, de emellett rengeteg közös feladatot végzünk a mezőnyjátékosokkal is. Lövőgyakorlatoknál például ők segítenek a legtöbbet a kapusok fejlődésében. Nagyon jó közösségnek lehetek a tagja, és szeretem azt, hogy közösen dolgozik az egész csapat azért, hogy a meccseken minél sikeresebbek legyünk. Loki! Játsz velünk és nyerj DVSC ajándékcsomagot! E-havi kérdésünk. Hányadik helyen áll a DVSC labdarúgó akadémia U14-es csapata a kiemelt országos bajnokságban? A válaszokat a játékukac dvsckézilabda.hu e-mail címre várjuk. A beküldési határidő december 30-a. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Mely klubnál dolgozik jelenleg edzőként a DVSC korábbi kapusa, Kis Éva? A helyes válasz a Győri Audi Etónál. Előző játékunk nyertese Barta László. A DVSC utánpótlás magazinját látták. Új adással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!